A vodka a legnépszerűbb égetett szesz a világon. Több ezer cég létezik, több mint 200 öveg vodka fogy per másodperc. A vodka képezi egy negyedét az égetett szesz a világon. Ha érdekel, tarts velem! Az én nevem Tomasz, és az a 12. része vendéglátós sorozatomba, és lassan kész lesz az első epizód, így tudunk kezdeni a másik epizóddal. Ma fogunk beszélni a vodkáról. A voda a szláv nyelvből, vagy a voda lengyel nyelvből azt jelenti, hogy vizecske. Itt nem csoda, hogy a történet az Oroszországból kezdődik, vagyis a volt Szovjetunióból, illetve utána a skandináv országokban, és ma már egész Európában szinte vodkát gyártanak. Sőt, meg az egész világon gyártanak vodkát már. De miből készül a vodka? A vodka gabonafélékból, búza, árpa, akár krumpli, de szőlőből is csinálnak már vodkát. Persze pár cég szoktak még használni a vodka gyártásban a melasz. Beszéltünk róla a rómkészítésnél. A melasz azért szokták használni, hogy növeljék meg a vodka alkoholtartalmát. De hogyan készül a vodka? Először összedarálják az összetevőket, attól függ, hogy miből készül, gabonafélékből vagy krumpliból, utána hagyják 24-48 óráig, hogy elinduljon a természetes fermentáció. Így a keményítőből cukor alakul. Utána adnak hozzá élesztőt, amelyik a cukorból alkoholt csinál. Ehhez a művelethez nagy odafigyelés kell, és szinte az összes vodka készítő nagy becsbe tartja, és szinte gyári titok. És azt a műveletet úgy hívják, hogy fermentáció, ehhez kell 2-3 nap, hogy ez a cukor alkoholvá alakuljon. És így az a sörte, ami van nálunk, ami van benne már 10% alkohol, már készen áll a lepárláshoz. Így felszivattyúzzák a lepárló készülékből, ahol lepárolják azt a sörtét, és alakul nekünk 70-80% alkohol, és azt a műveletet úgy hívják, hogy desztilláció. És az a művelet változik cégtől cégig, attól függ, hogy hányszor desztillálják azt az alkoholt, általában 6-10-szer. És azt a műveletet úgy hívják, hogy redesztilláció. És mivel a víz nagy szerepet játszik ebben a folyamatban, így tavak, kutak és gleccservizeket használnak, persze azt a vizet desztillálják, átszűrik, és azt a vizet használják, hogy abban a 70-80%-os alkoholból csináljanak 37,5 és 40%-os alkoholt. És azt a folyamatot úgy hívják, hogy rectification. Vagy rektifikáció. Így már lehet palackozni azt a vodkát, ami számos féleképpen lehet szervírozni, akár shotban, akár long drinkben, akár koktélokban is. Egy pár fajta vodkát, ha sorolni kell, akkor mondanám, hogy a Russian Standard, az egy orosz vodka, Absolut, svéd vodka, Bols, Holland, Finlandia, Finn, Smirnov. Itt orosz vagy brit, attól függ, hogy melyik az eredeti, melyik a gyártócég, de inkább úgy mondjam, hogy orosz-brit, Eristov. Igazából orosz vodka, de Georgiában kezdték gyártani. Hangar No. 1, amerikai vodka, Kettle One, Holland, Belvedere, lengyel, Grey Goose, francia, Ski, USA, Sirok, francia, és Stolichnaya, orosz vodka. Így, hogy ideértünk a rész végére, köszönöm szépen, hogy velem voltatok. Ha tetszett nektek az a rész, akkor dobjátok fel egy lájkot. Ha még nem tetted és feliratkoztál, iratkozzál fel. Hamarosan fogunk kezdeni a második epizód, ahol kezdeni fogunk a koktélok mutatni nektek, hogyan készülnek lépésről lépésre.
Tartsatok velem, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!